Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Művész Terep című műsorunkban, és külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szabadi Mihály, Besenyei díjas koreográfust, aki a ma esti vendégem. Miska bácsi, a nézők kedvéért elmondom, hogy azért szólítom így, hiszen majdnem mindenki így ismeri a Miska bácsit, és ráadásul nekem még egy plusz okom is van erre, mert hogy a Miska bácsinál tanultam annak idején táncolni a Miska bácsi irányítása alatt. Tehát ezért szeretném így szólítani. Azt javaslom, hogy a beszélgetésünk elején, mint ahogy általában művészterepben szoktunk beszélgetni, először mindig a kezdetektől indulunk el, és én arra lennék kíváncsi, hogy a Miska bácsi annak idején hogyan került kapcsolatba a néptánccal, amiről tulajdonképpen íres és itt megyeszerte igazán ismert. Hát úgy, hogy beleszülettem. Én olyan szerencsés vagyok, hogy olyan faluba születtem, Siógárdon, ahol nem csak a gyerekkoromban, hanem még a fiatalságom idején is, még a hagyományos szerkezetében élt a falu, és minden olyan dolog, ami évszázadok alatt kialakult, szokás, tánc, viselet, az még minden élő volt. És sok mindent megtapasztalhattam, megtanulhattam. És valami szerencse folytán, valami fogékonyság odáig segített, hogy mindezekre emlékezem. Meg olyan tanítóim voltak, akik felhívták erre a figyelmet, és elindítottak előn az úton. A néptánc irányába, de ez még nem jelenti azt, hogy egyből a néptánc mozgalomba került a Miska bácsi. Márpedig ez a néptánc mozgalom, ez igencsak meghatározó volt, azt hiszem, legalábbis úgy gondolom az ön életében, hiszen az ön személye a megye néptánc életében igenis meghatározó. Hát tulajdonképpen, amikor elkezdtem a tánccal foglalkozni, most gondolkozom, hogy mikor is lehetett az ön, már gimnazista koromban benne voltam tulajdonképpen a mozgalomban, mint a Hajdani Siogád együttes tagja. Aztán főiskolás koromban Pécset egy egyetemi főiskolai együttesbe táncoltam, majd a főiskolán egy külön együttesbe, amelyiknek néhány hónapig még a vezetője is voltam. Aztán kikerülve Majosra, ott kezdtem tanítani, ott mindjárt kezdtem foglalkozni gyerekekkel, és hamarosan sikert értünk el, fölfigyeltek a munkámra, és aztán én nem is tudom hogyan, de egyszer csak belecsöppentem. És aztán elindult a Szekszárdi Néptánc Együttes. Hát az már úgy indult el, hogy bekerültem Szekszárdra, ahogy akkor tájt divatos volt, kiemeltek. 25 éves fejjel behoztak ide Szekszárdra egy megyei intézmény élére. Azt se tudtam, mihez kezdjek, de tulajdonképpen szerencsém volt, mert a néptánc mozgalomba is így kerültem bele, mert dolgom volt. És akkor lehetőség volt arra, hogy alaposabban elkezdjek vele foglalkozni. És 1968-ban jutottunk el odáig, hogy megalakult a mostani együttesnek az őse. Erről az együttesről igazán képeket már nem tudunk sajnos mutatni, de azok az emberek, akik annak idején táncoltak, azokat meg tudjuk mutatni ezeken a felvételeken, amik a Bartina 30 éves jubileumi műsorán készültek. Milyen volt Miska bácsi akkor az élet az együttesben? Hát nem olyan, mint most. Szóval sokkal nyugalmasabb, sokkal, hogy mondjam, emberibb, sokkal romantikusabb volt. Hát körülbelül annyit jár a mostani együttes külföldre, mint amennyit mi annak idején falusztunk. Az volt a nagy dolog, hogy falura járt az együttes, és nagyon sokat tanultunk. Ott falusi emberekkel találkozva épp nem régen beszélgettem régi táncosokkal, és elevenítették fel az emlékeket, hogy milyen jó is volt az.
Hát biztos, hogy jó volt, mert nagyon sokan követték aztán őket. Hiszen ebből egy hatalmas mozgalom lett itt Szekszárd szerte. Szerintem, hogyha jól körülnézünk, akkor a környezetünkben nem is nagyon van olyan ember, akinek manapság a családjába vagy a közeli rokonai között nincsen valaki, aki táncol. Ezt az állapotot egy kényszer hozta létre, mégpedig az, hogy az együttes elért egy színvonalat. Azután azok az emberek, akik táncoltak, azok érettségi után elmentek katonának, elmentek főiskolára, férjhez mentek, megnősültek, és örökké gond volt az utánpótlás nevelés. És rákényszerültünk arra, hogy kitaláljuk gyakorlatilag azt a modellt, ami most is működik, hogy elindítottuk óvodába a játszót, és azután egy fölmenő rendszert, ahol is gyakorlatilag 9-10 éves korára a gyerekeket megtanítottuk úgy táncolni. Azt hiszem, te is ebben a rendszerben. Igen, én annak idején az első játszósok között voltam. Igen, igen. Na, hát tulajdonképpen így indult, és aztán az igazság az, hogy olyan népszerű lett, mert nagyon sok gyereket tudtunk színpadra tenni, a szülők örültek a gyerekeknek, annyira örültek, hogy terjesztették a hírét, egyre több gyerek jelentkezett hozzánk, és ma már úgy van, hogy majdnem, hogy három generációs közösség ez a nagy közösség, mert ha másnak nem, nekem az unokáim is már ott vannak, de bizony nagyon sok régi táncosnak a gyereke jár az együttesben. Ez a munka, ez egyrészt szervező munka volt, másrészt tanító munka, de ehhez tulajdonképpen korán hozzájött a koreografálás, mert hogy valamit táncolniuk is kellett ott a színpadon. Miska bácsi hogyan kezdett el ebbe az irányba mozdulni? Hát nagyon vakmerően, és nagyon szerencsésen, mert amikor az együttes elindult, akkor tájt az volt a divat, hogy kiadványban megjelent műveket illett tanítani, de én úgy gondoltam, hogy annak az együttesnek, amelyik kialakult, egyik ilyen mű sem igazán jó, és akkor a szerencse összehozott Orsvai Imrével, aki mellém szegődött zeneszerzőnek, vagy mondhatnám úgy, hogy maga mellé fogadott. A dolog érdekessége az, hogy az Imre akkor éppen Kairóban dolgozott, és Kairó és Szekszárd között levelezve alakult ki a Tolnai Szvit annak idején, és valahogy a szerencse úgy hozta, hogy mindjárt ez a mű sikerült, és ez bátorságot adott. Miska bácsi említette, hogy levelezve alakult ki ez a dolog a kívülállók kedvéért, és igazából mondhatom azt, hogy tulajdonképpen azok kedvéért is, akik dolgoztak úgy a Miska bácsival, hogy rajtuk koreografálta tulajdonképpen a műveket, azok kedvéért is szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen hogyan kerül a színpadra egy koreográfia, hogyan készül el. Mert hogy mi annak idején azt tapasztaltuk, hogy a Miska bácsi próbálgat dolgokat, rajtunk, figurákat, ide-oda álljunk, ezt-azt csináljuk. De igazából mi se nagyon értettük, hogy áll össze ez egy nagy egészé. Tehát ennek a folyamatában egy picit avasson be bennünket. Nincs recept. Minden mű tulajdonképpen másként készül. Én azt gondolom, ha recept van, akkor az, hogy az anyagot, amivel az ember dolgozik, azt kell nagyon ismerni. Egyrészt azt a táncanyagot, a zenei anyagot, és nyilván azokat a táncosokat, akikkel dolgozik. Valamikor régen úgy ment a dolog, hogy elhatároztuk, hogy mit is kellene csinálni.
teszem fel azt, hogy most kellene egy ilyen tájegységből való koreográfia, olyan, hogy változatosabb legyen a műsor, akkor elkezdtünk foglalkozni azzal az anyaggal, és akkor egy ilyen szítszerű feldolgozásokat csináltunk tulajdonképpen. Na most ez olyan, hogy ennek megvannak a mesterségbeli fogásai, ugye, mint hogy minden műalkotásnak van eleje, meg vége, meg közepe, valami módon ezeket meg kell találni. Meg kell találni azt a, nem azt mondom, hogy eszmei mondani való, de azt a hangulatot, azt a tartalmat, amit azért a táncmű ki akar fejezni, és akkor meg kell fogalmazni. Nagyon összetett a dolog, mert egyrészt a mozgást ismerni kell, a zenét, és nem utolsó sorban a tánc egy képzőművészeti alkotás is, mert hát a színpadképek azok nagyon, nagyon fontosak. Ezt egyébként a teljesen laikusok kedvéért mondjuk el, hogy azért ennek van egy formája, hogy a Miska bácsi ezt leírja magának, vagy hát egy koreográfus leírja magának, igaz? Igen. Van egy táncírás, amivel ugyanúgy le lehet írni, mint a zeneműveket. Tehát partitúrát lehet írni, amit teljesen pontosan le lehet írni, és le is lehet olvasni. Sajnos nagyon kevesen ismerik, mert elég nagy fáradtság megtanulni. Én autodidakta módon tanultam. Említette, hogy nagyon fontos az, hogy kikre készülnek a koreográfiák. A Miska bácsának nagyon sok olyan koreográfiája van, ami kimondottan gyerekekre készült. Miért? Nem is tudom pontosan, hogy miért, de valami módon úgy éreztem, hogy abba az irányba kell elmozdulni. Gyakorlatilag a gyerekekkel való dolgozásom abba az időbe kezdődött el, amikor a nagy együttest átadtam. Illetve valamikor korábban is, mert ugye az elsők nagy sikerek, a Tücsök lakodalom, a Szőlőtaposó, azok még abban az időben készültek, de a többiek azok később tulajdonképpen. És itt azt mondanám, hogy ha azokat a műveket nézzük, amelyeket a gyerekegyütteseknek csináltam, akkor azok mind a Szőlőtaposó kivételével valamilyen szokás feldolgozásom, és ezzel párhuzamosan készültek el a hagyományos együtteseknél színpadon lévő szokás feldolgozások is. Azt gondolom, hogy ezeknek nagyon nagy a jelentősége, mert a tánc az nem csak a mozgás. Szóval sok minden összetevőből áll. Tehát van egyszer maga az ember, aki mozog, de annak az embernek, abban az emberben benne van a zene, annak az embernek van viselete, annak az embernek van egy magatartása. Szoktam mondani, hogy például a férfiaknak nem elég megtanulni a figurát, hanem azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell a kalapot viselni. Sok mindent meg kell tanulni. És ami még vonzott, hogy ezeknek a szokásoknak rendkívül izgalmas dramaturgiája van. Olyan dramaturgiája, ami tulajdonképpen évszázadokon keresztül alakult ki. Mondanék egy példát, egy olyan példát, amihez sosem mertem hozzányúlni. Ez például a betlehemezés, amiben olyan ősi elemek mozognak, amik szinte évezredesek, nem is évszázadosak. És azokat a magatartásokat, amik abban megtestesülnek, azokat én olyan nagyra becsülöm, hogy nem ismertem hozzányúlni. Viszont beszéljünk egy kicsit arról, amit mutatni is tudunk a kedves nézőknek, hogy például a Virágvasárnap koreográfia, hát ehhez a Virágvasárnaphoz igencsak hozzányúlt a Miska bácsi, mert hogy ebből született ez a koreográfia, amit most láthatnak is. Az nagyon érdekes, mert azt 11 néhány évig hordtam magamban,
Amikor a regölést megcsináltam, akkor a regölés mellé szántam párul. Tehát a regölést tudjuk egy téli, a virágvasárnap pedig hát egy tavaszi szokás, a kiszejárás, villőzés, zöldágjárás. És hát az történt, hogy azon a pályázati bemutatón, ami annak idején a sportcsarnokban volt. És amire annak idején még mi mentünk, hadd mondjam közben, hogy az volt a mi korosztályunk, akkor voltunk mi gyerekek. Igen, igen. Hát akkor te táncoltad volna a villőt még. Szóval azon a versenyen egy kollega bemutatta a Villő című koreográfiáját. És az nekem nagyon nem tetszett. És az annyira elriasztott, hogy mondom, majdnem 2 évtizedig nem jutam a témához hozzá, és aztán, amikor egyszer megérett, akkor kezdtem vele újra foglalkozni, utána néztem zömmel, ugye azt akartam mondani, hogy Észak-Magyarország, de hát tulajdonképpen szlovákiai, tehát a legészakibb magyar lakta területeken, az Oboralján él még manapság is. Filmeket néztem. Egy érdekessége van a dolognak, hogy az egyik filmen láttam egy mozgást, és láttam, hogy valamit mondanak a lányok, és nem tudtam, hogy mi az, de nagyon izgatott, és telefonon fölhívtam egy pozsonyi néprajzos kollégát, akitől megkérdeztem, hogy mi az, és az telefonban bemondta nekem a szöveget, ez a kutya bolhák ujjatok, ez a ilyen varázsló szöveg, és az bele is került a virágvasárnapba. Egyébként hadd mondjak el egy ilyen személyes élményt ezzel kapcsolatban, hogy a népszokás hogyan jelenik meg a koreográfiákban, hogy aztán miután táncoltam, én utána néprajz szakra kerültem, és ott nagyon meg tudtam abból élni, amit annak idején a Miska bácsi koreográfiáiból megtanultam. Tehát mi konkrétan azokat a szövegeket tanultuk, mint eredeti népi szövegek, amiket én itt annak idején tényleg megtanultam már a színpadon. Akkor maradjunk egy picit ennél, hogy a népszokás hogy kerül fel a színpadra, tényleg mennyire autentikusan lehet föltenni. Ez nagyon izgalmas. Tudnélik, hát az autentikus alatt sok mindent érthetünk. Mert autentikus az, ahogy most látjuk a szokást ott kinn. De nagyon sok esetben ezt így nem lehet színpadra tenni, mert egy szokás az élete során változik, hogy úgy mondjam, az értékei növekednek meg, sok esetben romlik is. Például a benne szereplő dalok. Nagyon sokszor a régi patinás dalok kihullanak, elfelejtik, és hát értéktelen új népies műdalok kerülnek be sokszor. Mondjuk ilyen a lakodalom. Igen. Szokása például tele van penetráns, nagyon romlott dalokkal. Ezt most énekelik. Tehát, hogyha azt úgy színpadra teszem, az autentikus, de nekem van egy olyan hitvallásom, hogy színpadra csak értéket szabad tenni. Na most ilyen esetben az a tisztességes, szándékosan mondom így, hogyha én megkeresem azt az állapotát a szokásnak, amikor a legértékesebb formája volt. Tehát itt vissza kell nyúlni, vissza kell következtetni, időnként elő kell venni a fantáziát is. Ez bátorság kell, időnként vakmerőség, hogy az ember megpróbálja visszaállítani azt a formát, amelyik a legértékesebb, a legjobb lehetett. Erre időnként rá is kényszerül, mert a szokás elemek közül nagyon sok elhomályosul, megváltozik annyira, hogy nem is tudni, hogy mi volt annak a jelentése, csak akkor tudja az ember, hogyha alaposan utána néz, hogy mi is lehetett az.
A koreográfiák kapcsán is eddig elsősorban tulajdonképpen a néptánc csoportról beszéltünk, tehát természetesen a szekszárdi, régen szekszárdi néptánc együttes, most pedig már Bartina néptánc együttesről, de a Miska bácsinak nem csak ezzel az együttessel volt kapcsolata, hanem korábban is volt már hagyományőrző csoportokkal, és a Bartina után is a siolgárdi hagyományőrző együttessel. Mi a különbség? Ha a Siolgárdot említjük, akkor említeni kell Bogyiszlót, mert a bogyiszlóiakkal sokkal régebben kezdtem így dolgozni. Sok különbség van. Egyszer van egy műfaji különbség. Tehát a tánccsoportok azok koreográfusok által elkészített műveket táncolnak zömmel, szvítszerű feldolgozásokat, ilyen tánc, olyan tánc, amolyan tánc. Hozzá kell tenni, hogy manapság már igen magas szinten. A falusi együttesek, a hagyományőrző együttesek, azok a saját kultúrájukat elevenítik fel, és jelenítik meg a színpadon. Ez egyik különbség. A másik különbség pedig, hogy nagyon sok esetben, hogy mondjam, a vendég, aki oda megy koreográfusként, az többet tanul a színpadra kívánkozó emberektől, mint fordítva. Például így volt ez a dolog velem Bogyiszlón. Tehát azok az emberek a saját kultúrájukat ápolják. Itt abba kell segíteni, hogy ők ismerik a saját kultúrájukat. Pontosabban arról van szó, hogy sok esetben azt hiszik, hogy ismerik. Ismerik azt, ami az ő életük, az ő emlékezetük beér, de nagyon sok esetben nem ismerik azt, hogy az ő szüleik, meg a nagyszüleik milyen fokon művelték, élték ezt a kultúrát, és nekünk ilyen esetben az a dolgunk, hogy megint a régebbi, értékesebb elemeket próbáljuk meg visszaállítani. Ez akár Bogyiszlón, akár Siolgárdon, de mondhatnám akár a korábban az izményieket, most az aparhantiakat, legutóbb most az asonyékiekkel dolgoztam. Szóval ezekben az emberekben azért, ha nem is tudják, benne van, a kényeikben van tulajdonképpen a nyoma annak a kultúrának, csak ki kell bogozni, csak meg kell locsolni a tövit egy kicsit, hogy kivirágozzék. Más típusúak a koreográfiák is, ugye? Teljesen máshogy kell akkor hozzáállni. Igen, máshoz hogyan kell hozzáállni. Van a dologban nehezebb, mégpedig az, hogy azokat az embereket nehezebb táncolni, megtanítani. Ellenben sokkal könnyebb velük dolgozni a színpadon. Mert sok mindent tudnak, olyat, amit a tanult táncos nem tud. Ők megörökölték, egy példa, a hagyományos együttesek, és akkor itt a klasszikus formáról beszélünk, amikor még idősebb emberek táncolnak, tehát akik tudják a saját táncaikat. Természetesen azokkal nem lehet úgy táncolni, hogy mindenki egyformát táncol, hanem úgy, ahogy a magyar néptánc azt kívánja, teljesen improvizatív módon. Ezekkel az emberekkel soha nincs olyan gond, hogy a színpadon hogyan helyezkedjenek el. Mert mindenki tudja azt a szabályt, hogy táncolni csak ott lehet, ahol hely van például. És amikor eljutnak már a színpadi gyakorlatba egy minimum szintre, akkor gyönyörűen lehet velük még az improvizációt is szerkeszteni. Beszéltünk itt arról, hogy más típusú koreográfiák kellenek, vagy más típusú koreográfiákat kell készíteni az ő részükre, és más a néptánc csoportok részére. És azt szeretném, hogyha egy kicsit ezeknek a koreográfiáknak a változásáról így az időben is beszélnénk. Tehát tulajdonképpen a Miska bácsi nosztalgiával, mondhatom ugye, hogy nosztalgiával emlegette a régi időket, amikor indult a néptánc mozgalom. Most ehhez képest is teljesen, én úgy látom, hogy teljesen mások az elvárások ma már. Tehát ma már más koreográfiát kell készíteni a néptánc együttesre is. Igen.
A dolognak az a rugója, hogy amikor én kezdtem a pályát, akkor hihetetlenül, tehát a maihoz képest hihetetlenül keveset tudtunk a magyar néphagyományról, a magyar tánckincsről is. Na, nekünk magyaroknak abban van nagy szerencsénk, hogy voltak olyan tudósaink, akik világviszonylatban is élenjáróan elvégezték a magyar nyelvterületeken a néptánckutatást, és ennek eredményeként ma már szinte mindent tudunk. Tehát mondok egy példát. Annak idején, hát például az erdélyi táncokról nagyon keveset tudtunk. Ma már nem is úgy van, hogy tájegységenként, tehát nem azt mondják, hogy kalotaszegi, vagy székelyföldi, vagy küküllőmenti, vagy mezőségi, hanem egyes falvak táncait hozzák már a színpadra hitelesen. És a táncegyüttesek, ezt, szóval olyan nagy a pedagógiai gyakorlat, olyan magas szintű a technikai képzés, hogy ezeket pontosan, hitelesen használva a szót, autentikusan tudják már többségébe előadni. Ezek a táncegyüttesek. A hagyományőrzőknél pedig a nagy haladás az, hogy itt is az van, hogy megismertük az eredetit, és például azokat a vadhajtásokat, amik a háború tájékán a megváltozott ízlés, a felbomlott világkép következtében egy csomó ilyen idegen elem bekerült a táncokba, ezeket már le tudtuk nyírválni. Tulajdonképpen azért is kérdeztem erről a Miska bácsit, mert hogy a Miska bácsi is egy teljesen új dologgal állt elő, most nem olyan régen. Az Ilyen-olyan juhászbojtár című koreográfia, egyben egy mesejáték is. Mi ez? Kísérlet? Hát ez tulajdonképpen be kell vallanom, hogy valami módon a mese, mint a folklornak egyik ága, az korábban is közel állt hozzám. Tulajdonképpen az ilyenfajta színpadjáték sem volt idegen tőlem. Az ötletet tulajdonképpen a Holdnak háza van című mű adta, amit hát Folti Jolán készített, és újított fel itt a Bartinánál, mert korábban egy más együttesnél készített el. Na most itt eszembe jutott, hogy azokból a művekből, amik élnek itt a Bartinás gyerekek lábán, azokból a művekből egy füzért lehetne felállítani, csak ki kéne hozzátalálni egy történetet. És hát én hogy mondjam, hajnali ébredő vagyok, és aztán sok hajnalon keresztül gondolkozva jutott eszembe ez a történet, és alakult ki ezekkel a fordulatokkal ez a mesejáték, amiben pillanatnyilag nagyon-nagyon sok örömünk van. És amiből az előbb részleteket is láthattunk. Miska bácsi, manapság táncol még? Hát, ha van, aki fújja, akkor igen. Hát remélem, hogy így lesz ez még nagyon sokáig. Én megköszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy mindezt az érdekes dolgot, ezt a sok minden érdekes dolgot velünk megosztotta. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink!